Eneos, Japán első számú motorolaja. Importőre a Szakálmetál autóalkatrész. Elérkeztünk a használt autósorozatunk sorozatunk harmadik részéhez. Zsebünkben a kulcs, aláírtuk az adásvételit, kipengedtük a vételárat. Gondolhatnánk, hogy milyen a világ, csak élvezni kell az autózást. Pedig nem. Még milyenkor is vannak tennivalók, ilyenkor is vannak buktatók. Most Récsényi Attilával ezeket fogjuk átbeszélni. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, like és már kezdünk is! Az előző két részben ugye azt tárgyaltuk át, hogy hogyan tudjuk elérhető állami platformokon ellenőrizni az autónak és az eladónak a tiszta jogi hátterét, aztán megtárgyaltuk azt, hogy mi kell egy szabályos és működő adásvételi létrehozásához, egy adásvételi szerződés létrehozásához, viszont még mindig vannak buktatók, tehát az autó, hogyha a nevünkre kerül, akkor is kiderülhetnek problémák, valamint nem is biztos, hogy még a nevünkre kerül. Akkor most innen folytatjuk ezt a sorozatot. Mi, milyen probléma merülhet még fel abban az esetben, hogyha tiszta az autó, megfelelő az adásvételi szerződés, mik azok a körülmények, amik még ilyenkor is ellenünk vannak? Ahhoz, hogy átírásra kerüljön az autó az új tulajdonos nevére, mindenképpen szükséges, hogy legyen egy új felelősségbiztosítása a vevőnek anélkül nem fogják átírni az autót. Ha megveszünk egy gépjárművet, aláírjuk az adásvételi szerződést, célszerű, hogyha ez a biztosítás már az adásvétel pillanatában rendelkezésünkre áll. Ezt meg tudjuk kötni interneten, online módon, különféle biztosítási alkusz oldalak, vagy akár biztosítók oldalain, de Enélkül én nem javaslom senkinek, hogy bejön az autóba és elinduljon haza a vásárlás helyszínéről. Ugyanis, hogyha balesetet fog okozni, akkor felelősségbiztosítás hiányában azt a végén neki kell majd kifizetnie. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert ugye két eshetőség áll fent. Az egyik, hogy már megtekintettük a megvásárolandó autót, és úgy megyünk oda, hogy már biztos a vásárlási szándék, tehát érdemes előtte este bontani egy sört, leülni a gép elé, és megkötni, az adás, ö, megkötni a KGFB-t. Viszont, hogyha valaki mondjuk egy ilyen több autós autónézésben van, és egy kereskedésben úgy dönt, hogy igen, nekem ez kell, akkor megteheti azt, hogy akár a mobiltelefonján ott helyben megköti, megteheti azt, hogy akár felpattint egy laptopot, és azon megköti. De hogy a lehetőség erre adott, tehát, hogy egy egyáltalán nem bonyolult feladat, és hogy nem is érdemes kiadni, ráadásul még fizetni sem abban a pillanatban kell. Pusztán a szerződéskötés kezdetétől él a biztosítási kötvény, és ha jól tudom, 30 napunk van a biztosítást magát kifizetni. Tehát még van, ez... a biztosító küld egy ö, díjbekérőt, kiállítja a számlát, utalással és az alapján csekkel. utalással, vagy azonnali beszedési megbízással, vagy készpénzben, tehát ahogy bejelöli az ember, hogy hogy akarja fizetni, meghatározhatja az ütemezést is, hogy havi, negyedéves, fél éves, éves, nyilván. É, <coughs> jellemzően vagy csak egy összegben. Izé, ha évest jelöl be, akkor és egy összegben kifizeti, akkor kap kedvezményt is. De az a lényeg, hogy ha aláírtuk az adásvételi szerződést, és mielőtt elindulnánk hazafelé az autóval, kössük meg így módon ezt a biztosítást. Ha ugyanis kárt okozunk hazafelé, vagy vétlen félnek, akkor a Mabis ugyan ki fogja fizetni a káróhozásunkat a vétlenfő részére, ugyanakkor ezt be fogják hajtani rajtunk. Igen, és egy az kis, az... akár egy koccanás is lehet, több százezer forintos vagy egy milliós tétel, egy új modern ledes lámpánál, az egy két-három milliós tétel is lehet. Igen, és ezt utána be fogja rajtunk hajtani a biztosító, sokkal jobban megéri ötverugóért megkötni még előző este. Fontos hangsúlyozni, hogy az adásvétel pillanatában, illetve hogy ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor az adásvételi szerződés hatályosulásának az időpontjára, mert korábbi részben beszéltünk arról, hogy a hatályosulás napja, hatályba lépés napja az lehet egy később időpont is, hogy arra legyen biztosításunk, hiszen az előző biztosítás az eladó biztosítása érdekmúlás miatt, az meg fog szűnni ott abban a pillanatban. Így van, és ugye akkor itt még beszélni kell a fedezetlenségi díj intézményéről, igen. vagyis hogy a biztosító fel fogja nekünk számolni azokat a napokat, amikor az autón nem volt érvényes Azt KGFB. Igen, és az egy sokkal magasabb összeg, mint ha lenne biztosításunk. Így van, így van. Tehát ne felejtsetek el KGFB-t kötni, Léci, jó? Ami még fontos, és ez a gyakorlatban egy picit máshogy működik, mint ami a jogalkotó célja volt eredetileg, ez az előzetes eredetiségvizsgálat. Igen. Ez a hivatalos neve. Ha gépjármű tulajdonosváltás következik be, akkor főszabály szerint el kell vinni az autót még az átírás előtt előzetes eredetiségvizsgálatra. Azért mondom, hogy főszabály szerint, mert vannak kivételek, például, hogyha közeli hozzátartozók vásárolnak egymás közgépjárművet, vagy öröklésről van szó, akkor nincs szükséges, nem szükséges ez az előzetes eredetiségvizsgálat. De hát a leggyakoribb eset az, hogy nem rokontól veszünk autót, vagy közeli hozzátartozótól, ezért ez szükséges. Ez egy 60 napig érvényes ö, dokumentum, amit a vizsgálóállomás számítógépes rendszer útján a gépjármű igazgatási hatóság részére átad. Ez az eredetiségvizsga, ez elérhető a hatóságnál, illetve x nap után postai úton is megkaphatjuk, ha ott nem vesszük át. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy aláírjuk a szerződést, megvettük az autót, kifizettük, elmegyünk haza, és mielőtt átírnánk, átiratnánk, utána visszük el eredetiségvizsgálatra az autót. Tanúsíthatom, én eddig életem során 5 vagy 6 autót vásároltam, és minden esetben meg a, kitöltöttük az adásvételi szerződést, majd másnap elmentem Eredetiség és utána elmentem átiratni. Tehát tényleg, bár mondjuk én beszélgettem egy olyan barátommal, aki, aki, autókereskedő sok éve, megbízható, és ő azt mondta, hogy eddig egy esetben találkozott olyan autó, ami megbukott az eredetiségvizsgálaton. Tehát van rá esély, de, de így a nagy számok törvény alapján viszonylag kicsi. Hogy az adott autó nem felel meg. Egy kicsit fel is már kikérlek, hogy mit vizsgálnak ilyenkor az egyedi azonosítókat, ha jól gondolom. Ilyenkor megvizsgálják a gépjárműnek az azonosító adatait, ez az alvásszám, motorszám, ezeket összevetik a gépjárműnek az okmányaival, forgalmi engedély, törzskönyv hogy ezek egyeznek-e, megvizsgálják, hogy látható-e valami olyan beavatkozás, ami. Azt arra mutat, hogy esetleg manipulálták valamelyik azonosítót, megnézik a regisztrációs matricát. Ö, fontos tudni, hogy például a gépjárműnek az alvás száma a legtöbb esetben elérhető a szélvédő alján valamelyik oldalon, Igen. de ettől függetlenül vannak a karosszériában még ö, kevésbé látható helyre elhelyezett azonosítók is. Anyós nyósülés környékén. Igen, alatt, az 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 felhajtható a sárkit alatt. van. Tehát ezeket autótipusonként eltérő ö, helyre ö, ütik be még, de ezeket végignézik, megvizsgálják, és erről készül egy dokumentum, ami elkérül a, a közlekedési igazgatósági közlekedés igazgatási hatósághoz. Ez egyébként onnan ki is kérhető, meg meg is kapja az a személy, aki az eredetiségvizsgálatot végeztette. Optimális esetben ennek úgy kellene működni, hogy ezt az eladó végezteti el, hogyha el akarja adni az autót, ez 60 napig érvényes. Nyilván vannak olyan gyakorlati szempontok, hogy azért nem végzik el, vagy végeztetik ezt el, mivel nem biztos, hogy 60 napon belül elmegy az autó. Igen. De erre az esetre én azt tanácsolnám, hogy akkor menjenek el együtt, a, közösen az vizsgálatra kérjék meg ott együttesen, nyilván el kell dönteni, hogy ki fogja ezt fizetni, ez a felek megállapodásán múlik, ja, hogy az eladó a, vagy a vevő, vagy megfelezik, tehát ezt eldöntik egymás közt, hogy ki mennyit akar ebből fizetni, elvégzik, Ö, és akkor ugye nem vesz zsákba macskát a vevő, hiszen tudni fogja, hogy mi a eredetiségvizsgálatnak az eredménye, látni fogja a dokumentumokat. Innentől kezdve tudja, hogy mit fog megvenni, láthatja, hogy mondjuk megfelelő minősítést kapott az autó, minden adat rendben volt, nem volt elírás sem a gépjárműok bányban, nem volt beavatkozása a gépjárműnek az azonosító adataiban, és a konyugat szívvel veheti meg az autót. Az egy kevésbé jó gyakorlat, hogy ezt az adásvételi szerződés és a vételár kifizetése után teszik meg. Ha itt előfordul valami probléma, akkor ö, nehezebben lehet visszacsinálni ezt a jogügyletet. Nyilván kell hozzá mindkét félnek a megfelelő pozitív hozzáállása. Igen, hogy, hogy meglegyen a pénz visszaadására er a hajlandóság, Igen. és... Így van. Eljutunk most már az átírásig, vagy még van buktatónk? Szerintem eljutottunk az átírásig. Át is írták a nevünkre az autót, és elkezdjük használni. Minden szép és jó lenne. <gül> 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 nem, nyilván nem, tehát nem célunk az, hogy bárkinek is elvegyük a kedvét ezektől a folyamatoktól, csak szeretnénk felhívni a figyelmet a buktatókra. Most a buktatók sora értelemszerűen nem ér véget, akkor, amikor a nevünkre kerül az autó és használjuk, mert felmerülhetnek szabatossági problémák. Kezdésképpen fontos szerintem, hogy különbséget tegyünk a garancia, a jótállás és a szavatosság között. Így van. Egy pillanat még visszakanyarodnék csak egy fél szóval az átírásra, mert azt kihagytuk, hogy 15 napja van mind a vevőnek, mind az eladónak a kötelezettségét teljesíteni. Ezt az előző adásban is érintettük. Igen, Hallgassátok és megérdemés? csak azért, hogy ne maradjon ki semmi, ezért még azt is elmondanám, hogyha nem írja át, 15 napon belül nem iratja át a vevő az autót, akkor mulasztási bírsággal kell szembenéznie, illetőleg a forgalomból kivonhatják az autót arra az időtartamra, ami igaz átírási kötelezettségét teljesíti. Ha... 15 napon túl ezt teljesíti, akkor visszahelyezik a forgalomba, és kaphat egyébként a naftól tól valamilyen bírságot. És akkor tényleg eljutottunk egy kitéri után a jótállásig és a szavatosságig. A jótállás és a szavatosság az két külön dolog. Igen, és ez az, ami jellemzően a köznyelvben a bármilyen más árucik vásárlása kapcsán garancia. Így van. Névvel szokott bevonulni. De most akkor szedjük ketté kérdek, és tisztázzuk, hogy melyik melyik. Jó. A jótállást vegyük először. Ez legtöbbször új autók esetében ö, fordul elő. Meghatározott jogszabályok szerint jótállást kell vállalni a, a gépjármű forgalmazóknak az eladott autókra. Vállalhatnak szerződés alapján is ettől hosszabb időtartamot és használt autók esetében is mondhatja azt egy kereskedés, hogy a jótállást vállal. Ez esetben viszont fontos tisztázni, hogy ez mire is vonatkozik, és milyen feltételekkel. Sok hirdetés esetében láthatjuk azt, hogy az autóinkra akár 12 hónap, 24 hónap jótállást is vállalunk. Használt autók esetében azonban fontos tisztában lenni azzal, hogy ez nem a kötelező jogszabály alapján fennálló jótállás, hanem ez egy önkéntes kereskedői magatartás. És bocsánat, ha jól gondolom, akkor az önkéntességbe egy kicsit beletartozik az is, hogy önmaguk határozzák meg, hogy mire és mire nem Így van. vonatkozik ezt. Tehát, van. Hogy ez nem egy törvényileg szabályzott, van. ez az fajta önkéntes jótállás, hanem, hanem, hanem ők maguk határozzák meg, hogy milyen esetekre igen és nem vonatkozik. Igen, és ezért fontos, használt autóvásárlás esetén, amire a úgymond gyári jótállás már, nem érvényes, mert x éves már a gépjármű, hogy a kereskedői jótállásnak a pontos feltételei legyenek rögzítve szerződésben vagy valamilyen más dokumentumban, hogy a későbbiekben ez alól ne lehessen kibújni. Mert nyilván ez egy értéknövelő tényező, hogyha a kereskedés jótállással adja el a gépjárművet, de akkor ennek legyenek pontosan meghatározva a feltételei, a hatásköre és az, hogy milyen módon lehet ezt érvényesíteni. Értem. A jótállás esetében a kereskedőnek kell azt bizonyítania, hogy ő megfelelően hibátlanul teljesített, és a hiba az az adásvétel után következett be. A szavatosságnál ez a bizonyítási teher megfordul, ott főszabály szerint a vevőnek kell bizonyítania azt, hogy már a teljesítés az adásvétel időpontjában nem volt megfelelő a teljesítés. Tehát itt eltérő a két jogintézménynél az, hogy kinek mit kell tudnia bizonyítani. A szavatosságnál van egy kivétel szabály kereskedések esetében. Ha kereskedőtől vesz egy magánszemély autót, azt fogyasztói szerződésnek hívják. És ez egy picit hasonlít a jótállásra, itt, hogyha hat hónapon belül visszaviszi az autót a vevő, és jelzi, hogy valami hiba van, akkor egy vélelem, egy jogszabályi vélelem áll fönn, ami azt jelenti, hogy ilyen esetben úgy kell tekinteni, mintha a hiba az adásvétel időpontjában már fennállt volna. És ilyenkor nyilván nem a ö, vásárlónak kell ezt bizonyítania, hanem a kereskedőnek kell azt, hogy nem állt fönn az a hiba. Ilyenkor történhet szakértő bevonása? Ilyenkor sok esetben kerül sor szakértőre, hiszen itt műszaki kérdésekről van alapvetően szó, amit műszaki szakértő tud megvizsgálni, illetve állásfoglalni benne, hogy az a hiba mikor keletkezett. És mikor, ö, ilyenkor a szakértő szava döntő, vagy ilyenkor már esetleg ügyvédhez is fordulhatnak a felek? Célszerű Ügyvédhez fordulni már a legelején, mert az emberek általában nincsenek tisztában a szavatosságnak a lényegével, illetve azt, hogy kinek mit, mikor, hogyan kell bizonyítani. Nyilvánvalóan, hogyha szavatossági hiba áll fönn, akkor az első és legfontosabb, hogy erről értesítsük az eladót. Tehát, hogy ne fél év vagy egy év múlva menjünk vissza, hogy valami baj van az autóval, már nem is emlékszik rá, hogy kinek és mikor adta el. Tehát, ahogy kiderült a hiba, a lehető legrövidebb időn belül keressük meg az eladót, és tájékoztassuk, hogy ilyen és ilyen hiba áll fönn. Minél tovább várunk, annál tovább rontjuk a saját esélyeinket. A saját esélyeinket, illetve azt is rontjuk, hogy adott esetben egy szakértő objektíve meg tudja vizsgálni, és meg tudja állapítani, hogy a hiba hogyan, mikor keletkezett. Érthető. És ezzel a másik fél helyzetét is ugye megnehezítjük, hiszen adott esetben tovább romlik a gépjármű állapota, mert hogy nem vittük vissza, nem éreztük az elején a hibát, ami esetleg plusz meghibásodás is okozhat. Ezt meg nyilván nem kérhetjük számon az eladón, hiszen nem érvényesítettük, vagy nem jeleztük időben, hogy hiba áll fönn a gépkocsival a kapcsolatban. Mi számít hibának? Mert ugye, ahogy ezt az előző adásban érintettük, ez egy, ez egy nagyon nehezen megfogható és nagyon sok vitára okot adó kérdés. Tehát egy elkopott féktercsa az egyértelműen nem hiba, hiszen kopófogyó alkatrész. Egy eltömődött DPF már lehet hiba, meg lehet nem is hiba, attól függően, hogy a járműnek milyen a futásteljesítménye, teljesítménye a hasonlók. Még mondjuk, hogyha beázik a tetőablak, az egyértelműen egy hiba amire mondjuk az adásvétel előtt nem került sor, hiszen nem volt zuhai, amikor kipróbáltuk az autót, vagy, vagy hasonló. Kérlek, tényleg vegyük végig ezt a három egyszerű alapállást, hogy mikor fordulhatunk kártérítést, talán az jó szó, nem kártérítés. Többféle lehetőség igen, van. Igen. Itt a alapvetően kiavítást, kicserélést lehet kérni, vételár arányos leszállítását, bizonyos helyzetekben kiavíthatjuk magunk a hibát, vagy kiavíthathatjuk mással az eladó költségére, illetve végső soron el is állhatunk a szerződéstől. Magyarul visszaadjuk az autót, az, visszakapjuk visszakapjuk Igen, ez az azt jelenti, hogy minden vissza a kiindulási állapotra, visszaadjuk az autót, és visszakapjuk a vételárat. Hadd kérdezek már vele egyet, mert ez engem mindig érdekelt, és sosem kaptam rá kielégítő választ. Ha emellett döntünk, hogy elállunk a vásárlástól, akkor itt a járulékos költségek, mint például az átírás, a, a, vagyonszerzési illeték és társai, ezek ilyenkor, ezeket buktam, vagy ezek ilyenkor az eladót terhelik? Ahogy a polgárokban a legtöbb esetben, itt a felek megállapodása dönt. És ezeket a költségeket egyébként be lehet hajtani adott esetben az eladón, ha nem akarja ezeket megtéríteni nekünk, de nyilván ilyenkor az a legcélszerűbb, ha sikerül megállapodnunk az eladóval, és ezt békés úton rendezni, és adott esetben bizonyos költségekből engedni, akár a saját kárunkra is bizonyos esetekben, mert egy jogi herce hurca ügyvéddel, pereskedéssel az sok hónapig vagy évekig eltarhat, eltarthat, és nagyon sokba kerül mindkét fél részéről. Érthető. És itt azt is vizsgálni kell egyébként, és akkor itt bele kellene mennünk a részletekbe, hogy milyen hibáról volt szó, ezt ismerhette az eladó, mikor szóltunk neki, kopófogyó alkatrész volt, mennyit futott az autó, milyen állapotban volt, jellemző, ismert típus hibáról volt-e szó. Szóval itt nagyon-nagyon sok olyan körülmény szerepet játszott ennek a vizsgálata során, ami befolyásolhatja egy ügynek a kimenetelét. Tehát tényleg nem az, csak hogy tisztázzuk, nem arról van szó, hogy két hónappal a vásárlás után szükség van egy fékbetétre, és azt még behajthatjuk az eladón, legyen az magánszemély vagy cég, hanem tényleg, hogyha olyan hiba merül fel, amiről tudhatott az Így eladásnál, ott van esélyünk. És nem mondta el. És ahogy beszéltük az előző részben, a, ha az adásvételi szerződésben rögzítettünk bizonyos hibákat, akkor az a szerződés, illetve a teljesítése az eladónak a szerződésszerű volt, hiszen pontosan tudtuk, hogy mit veszünk, ilyen-olyan hibával terhelt járművet vettünk. Ezzel nem mehetünk vissza, hogy hibás teljesítésről van szó, hiszen az ismert hibák birtokában vettük meg. Kopófogyó alkatrészekkel nem mehetünk vissza, hiszen egy használt autót veszünk, adott esetben az autó újkori értékének a töredékéért. Tehát nem várható el tíz éves autó esetében tized annyi vételáron, hogy egy új autó képességeivel rendelkezzék műszaki szempontból. Igen, azon lesznek elhasználódások, parkolási sérülések, kopófogyó alkatrészek, azok kopott állapotban lehetnek. Nyilván, ha új fékbetétet látunk az autón, vagy féktárcsát, akkor az ki van cserélve. Ha az meghibásodik, az lehet például egy szavatossági igény keretében érvényesíthető eset, mivel akkor a vagy szerelési, vagy esetleg valami anyaghiba ö, fennállhat a új féktárcsával, fékbetéttel kapcsolatban, amit mondjuk egy hónapja cseréltek ki, ezzel mondjuk lehet, hogy vissza lehet menni az eladóhoz. Ha egy olyan hibával szembesülünk, ami nem volt várható, nem tájékoztatott róla az eladó minket, az feltehetően megállja a helyét, és szavatosság igényben érvényesíthető lesz. Ugyanakkor minden esetben figyelni kell azt, hogy egy a magyar viszonyok közt jellemzően 10 évnél öregebb, vagy talán 15 évnél öregebb, most már 15 évnél öregebb, igen, átlagéletkorú autóállomány esetében, amik már futottak akár 2 300 400 kilométert, és egy élettartamát a gyár, gyártók azt nem ilyen 15 évre tervezik manapság talán, akkor ott olyan meghibásodások igenis előfordulhatnak, amik egy 4-5-6 éves autónál nem jellemzőek. És ezeket lehet, hogy szakértői kérdés lesz eldönteni, hogy ezekre számítani kell le vagy sem. Az meg egy jó kérdés, hogy mondjuk egy ilyen bonyolult elektronikai hibát, az hogy lehet majd megállapítani, hogy az fennállt -e a vásárlás időpontjában, vagy nem állt fönn. Egy kicsit kétségbejtő, amit mondasz, és egy kicsit reményteli. Kétségbejtő azért, mert ugye az ember agya az mindig az egyszerű válaszokra törekszik, és nem lehet egyszerű választ arra adni, hogy mikor él a jó teles, mikor él a szavatosság, vagy mikor nem, hanem, ahogy te is elmondtad, rengeteg-rengeteg együttes körülmény nyen múlik az, tehát rengeteg körülmény együttelesen múlik az, hogy mi élhetünk-e ilyesfajta igényel, akár eladóként, akár vevőként, vagy nem. Tudsz esetleg a saját szakmai múltadból példát hozni olyan kérdésre, Vettél esetleg részt olyan, volt esetleg olyan ügyfeled, akinek sikerült érvényesítenie ezt a jogát? Volt, igen, de ott ahhoz az is kellett, hogy ne akarjon egyik se beleállni egy perbe. Mi, mi volt a konkrét eset, hogyha felidézhet egy nyilván neveknél? Ezt nőleknél? nyilván anélkül, hogy ügyvéd itt sérülni, egy használt gépjármű eladója keresett meg, hogy a vevő az a kéréssel fordult hozzá, hogy fizesse ki a gépjármű javítását, ugyanis a, ez egy kerék meghajtású négy, gépjármű volt, az osztóművel kapcsolatban valami hiba derült ki a vásárlást követően. Ez egy nagyon drága alkatrész. Ez egy ilyen milliós nagyságrendű alkatrészről volt szó. Lehet tudni és az autó értékét viszonyításképpen? Az autó értéke az szerintem ilyen emlékeim szerintem 2-3 millió forint körül volt. Az már felejtett, Tehát ez egy És Gyakorlatilag vannak olyan automárkák, főleg a távol-keletiekre jellemzőek, hogy után gyártott alkatrész nem nagyon van, vagy szűk körben elérhető hozzájuk, tehát marad a gyári alkatrész, azok pedig ilyenkor az autó értékéhez képest igen jelentős tételek. Vagy sor került a gépjárműnek a Szétbontására igazságügyi szakértő jelenlétében. Kiszerelésre került ez az alkatrész, megvizsgálták. Nyilván itt az eladó is hozhatott volna egy saját szakértőt, saját vizsgálatot kezdeményezhetett volna, be lehetett volna állni egy perbe. Ebben az esetben, mivel két magánszemély közt jött létre a szerződés, ugye a vevőnek kellett volna tudni azt bizonyítani, hogy a hiba már az adásfékori időpontjában fennállt. fennállt. Ö, itt nem került sor erre, mert a, az eladó inkább belement abba, hogy kifizeti az alkatrészt, és nem akar szakértői költséget fizetni, ügyvédi költséget fizetni, és két-három évig ezzel foglalkozni, hogy eljárjon a bíróságra adott esetben, ahol vagy sikerül bizonyítani azt, hogy a hiba az a adásvétel után keletkezett, vagy nem sikerül. Nyilván ez egy műszaki szakkérdés, ezt egy igazsági szakértő el fogja tudni dönteni, hogy az az alkatrészt mikor és hogyan kezdett el meghibásodni, és az adásvétel időpontjában felteltőleg az már hibás volt-e vagy sem. Ez idő, elfogadja-e, vagy nem a másik fél, hoz -e egy saját szakértőt, bíróság is kirendelhet még egy másik szakértőt a perben. Nyilván ezt, amelyik fél kezdeményezi az eljárást, annak ezeket meg kell előlegeznie. Ha nem akar belemenni egy ilyen hercehurcába, jogi hercehurcába, ami több évig eltart, akkor vannak olyan esetek, amikor érdemesebb kifizetni egy ilyet, mint belemenni egy ilyen eljárásba, aminek a kimenetele, kimenetele az nem jósolható meg előre sokszor láttam olyat is, és ez egy érdekes, hogy érdekes kérdés. Rögzítve volt egy gépjármű adásvételi szerződésben, hogy valami hibalámpa világít. Talán valami váltóval kapcsolatos volt ez is. És így írták alá az adásvételi szerződést, utána meghibásodott a váltó, szintén egy ilyen hétszámjegyű összegű Javítási becslés jött ki első körben. Azt viszont sikerrel tudta ö, érvényesíteni a vevő, annak ellenére, hogy benne volt a szerződésbe, hogy égett a nem tudom milyen lámpa. Beleírták, hogy ég így a van. hiba lámpa, így tehát van. számíthatunk meghibásodásra, vagy már meg is történt Igen. a meghibásodás, és ennek ellenére a vevő Igen. tudta érvényesíteni. Így, így van. Tehát Volt ilyen, olvastam ilyen bírósági határozatot, amiben ez ennek ellenére a vevőt hozták ki pernyertesnek, hogy annak ellenére, hogy a szerződés tartalmazta azt, hogy ez a kontrollámpa világít, és az lehet, hogy ilyen és ilyen hibát jelez. Tehát a joggyakorlat kiszámíthatatlan, előre 100%-osan nem lehet megmondani, max valamilyen arányal megjósolni, hogy a bíróság hogyan fog ítélni, Sokszor előfordul, hogy az első fok hoz egy A döntést, másodfok azután hoz egy B döntést, és ha esetleg elkerül ö, felülvizsgálatra az eljárás, akkor ott, vagy az A, vagy a B szerint dönt a legfőbb bírói fórum. Tehát itt azért 100%-osan nem no. lehet fernyertességet megmondani előre. Ne neved rossz néven, de itt azért az ember bizalma egy kicsit meginog a jogalkalmazásban. Tehát, amit ugye az előzőben megbeszéltünk, hogy Báscsáz magad körbe egy alaposan kitöltött ö, adásvételi szerződéssel, és hogy még így is felmerülhet egy ilyen dolog, hogy hiába volt benne, hogy az az alkatrész konkrétan rossz, még így is érvényesíthette a, az érdekeit a vevő. Ez, ez nekem egy kicsit... Ugye nem az alkatrészt, tehát, hogy, csak, hogy pontosak legyünk ennél az esetnél, nem az volt, hogy az alkatrész rossz, hanem csak, hogy van egy ilyen hiba lámpa, ami jelentheti azt, hogy az ott esetben az alkatrész, vagy az a ö, hajtásláncban ott valami probléma van. Hm. Hm, nem tudom. Most egy picit megint... Nyilván ez nem vigasztalja azt, aki egy ilyen helyzetbe belekerül. Persze. És ö, én mindig azt szoktam tanácsolni az ügyfeleknek, illetve azt mondani, hogy ö, törekedni lehet arra, hogy 100%-os biztonságot elérjünk valamilyen jogügyletben, de nyilván itt mérlegelni kell, és egy kockázatelemzést kell végezni, hogy ebbe mennyi pénzt, meg időt, energiát teszünk bele. Nyilván más a helyzet egy 50 milliós használt autóval, mint egy 500 ezressel. Persze. Mert hogy azt lehet, hogy több energiát ráfordítunk, és jobban körbevástyázzuk magunkat, mintha egy 500 es autót veszünk, mert lehet, hogy onnan egyébként el is hajt minket a, az eladó, hogyha itt különféle szerződési pontokkal jövünk elő neki, hogy mi ezt, meg ezt, meg ezt szeretnénk rögzíteni, meg valószínűleg ezt a 500 es autót a következő el kell fogadni, úgyhogy az nem kérdez semmit. Értem. Hát itt ezt mindig vizsgálni kell. Amellett ezeket a dokumentumokat, Nyilván, hogyha nem lesz probléma, a szerződésből, akkor elég a neten elérhető szerződés minta is, ami valószínűleg a esetek legnagyobb részében elég is, és nem fognak visszajönni utána, nem fogják visszahozni az autót. Ha probléma van, és elkerül az ügy a bíróságra adott esetbe, akkor viszont az az érdekünk, hogy a lehető legjobban minden körül legyen írva, de legyen dokumentálva, mert hogy a bíróság végső soron azokból az iratokból fog dönteni, és abból fog Levonni következtetéseket, és az alapján fog ítéletet hozni. És ha ott minél részletesebben le van írva minden, akkor vélhetőleg jobb helyzetben leszünk, mint ha ezt nem tettük volna meg előtte. Tehát megbeszéltük a szabadságot, megbeszéltük a jótállást, de tudom, ezektől el lehet állni, és ezeknek van egy időtartama. Ezzel mi a helyzet? Meddig érvényesíthetjük ezeket, mert ez sem egészen egyértelmű magánszemélyeknél és ö, céges eladásoknál? Így eladásoknál. van különbséget kell tennünk a között, hogy magánszemélyek közt jött el létre a szerződés, illetve egy kereskedés és egy magánszemély között. Ha a kereskedés és magánszemély között jött létre a szerződés, a kereskedő eladja az autót, ebben az esetben két évig kötelező szavatosságot vállalni a gépjármű esetében. Ugyanakkor a felek megállapodhatnak abban, hogy ezt a két éves időtartamot lecsökkentik egy évre. Ez jogi lehetőség, meg kell állapodni ebben a feleknek, ugyanakkor egy év alá ez az időintervallum nem csökkenthető. Tehát egy évig akármi van, kötelezettséget kell vállalnia. Magánszemélyek esetében főszabály az egy év, ugyanakkor az egy fontos különbség a kereskedői eladáshoz képest, hogy két magánszemély közti szerződésben rögzíthetik, hogy az eladó kizárja a szavatosságát az autóval kapcsolatban. Főleg abban az esetben, hogyha rögzítik, hogy többfajta hibája van a gépjárműnek, folyik az olaj, nem működik különféle lényeges berendezés, rossz az állapota, tele van rozsdával, és erre egy nagyon alacsony vételárban állapodnak meg. Ilyenkor életszerű, hogy a vevő nem akarja, hogy az eladó nyagassa. Így van. De fordítva van. Nem akarja az eladó, hogy a vevő nyaggassa, nem bocsánat. Akar, semmi, nem akarja a vevő, hogy az eladó nyaggassa, de ugye ez egy árcsökkentő tényező is lehet, hogy Így azt mondod, van. hogy figyelj Bari, viheted 250-300 helyet az fasz csak soha többé ne találkozzunk. Így van, ez teljesen jogilag járható, az a lényeg, hogy legyen benne a szerződésben, hogy az eladó kizárta a szavatosságért a felelősségét. Ha ez benne van a szerződésben, ezt a vevő kifejezetten tudomásul vette, ilyen esetben... Körbevásársza magát az alapját. Így van, nem tudja visszahozni a, a, vevő az autót. Érthető. Azt hiszem, megfelelően körbejártuk. Annyi lenne a kérdésem, hogy van kedved ahhoz, hogy az ez a három videó alá érkező kérdésekből összegyűjtsünk párat, és visszagyere egy negyedik adásra, hogy ezeket átbeszéljük. Mindenképpen, főleg azért is, hát ha felmerülnek olyan kérdések, amiket az elmúlt részekben nem jártunk körbe. Biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen, tehát a szokásos iratkozz fel, nyomd csengőt, lájkot like van felül. Most buzdítanék mindenkit arra, hogy kommenteljen, írja le a saját vitás eseteit, ha kérdése van, akár adóként, akár vevőként írja be azt is, és akkor ezekre vissza fogunk térni. Így legyen. Nagyon köszönöm.